Dávid, nagyon nehéz helyzetben veheted át a csapat irányítását, hiszen kieső helyen állunk, és mindössze 4 forduló van hátra. Mi lehet a cél a hátra lévő mérkőzésekre? Nagyon nehéz a feladat, hiszen csalódás keltő az a helyzet, ahol most vagyunk. A hátra lévő 4 fordulóban az a célunk, hogy emelt fővel és tartással teli csapatot láthassunk a pályán, aki meg akarja mutatni, hogy ő mit tud, és meg is tudja mutatni. Hogy fogadtak a játékosok? Milyen volt az első néhány foglalkozás? Nagyon jól alakult az első 2 nap. Úgy gondolom, hogy azok a pozitív visszajelzések, amiket láttunk, meg éreztünk a stábommal a játékosok felé, az egy jó kezdetet mutatnak. Az, hogy ilyen fiatalon megkaptad ezt a lehetőséget, ez mit jelent számodra? Fiatal vagyok, de már 10 éve edzősködöm. Azért készültem az elmúlt 10 évben, hogy egy ilyen feladatot megkapjak most. Akkor nem is gondolkoztál rajta, hogy elvállalt, hiszen nyilván ugye kieső helyen áll a csapat, tehát nem mondanám, hogy ez egy nagyon hálás feladat most jelenleg. A magam részéről nem gondolkodtam a felkérésen, hiszen segíteni szeretnék a csapaton, és hogyha megkaptam ezt a bizalmat, és felkészültnek érzem is magam ehhez a szituációhoz, akkor úgy éreztem, hogy el kell vállalnom. Nyilván ezt nehéz megválaszolni, hiszen csak 4 meccs van hátra a bajnokságból, de mi lesz a fő csapásirány, mik a fő filozófiáid a játékkal kapcsolatban? Mit szeretnél látni a csapattól ezen a 4 mérkőzésen? Hiszek a csapatjátékon belüli egyéniségeknek az energiájába. Szeretném kombinációval azokat a játékosokat helyzetbe hozni, akik fontosak a csapat számára, akik mérkőzés eldöntőek. Úgyhogy ezt szeretném viszont látni, illetve azt a harcias, gyors, kombinatív játékot, amit egyébként az U19-ben már alkalmazunk. Az, hogy az U19-től jössz, az azt jelenti, hogy még több fiatal esetleg bemutatkozhat az NBA-ben, vagy erre azért most ebben a helyzetben nem gondolhatunk? Én maximálisan bízok a fiatalokba, úgyhogy ahogy most ebben a szituációban bennem is bíznak. Úgyhogy részemről nem számít, hogy fiatal vagy idősebb játékos, hanem feladatokba gondolkozok, amit a pályán el kell végezniük. Hogyha ezt a fiatal játékos teljesíti, akkor nekem 100%-os bizalmam van, meg hiszek abba, hogy ezt teljesíteni tudják. Mi lesz a kulcsa a pontszerzésnek, vagy esetleg annak, hogy győzni tudjunk Zalaegerszegen, hogy látod? Stabilabb védekezésre van szükség, hogy könnyű gólokat ne engedjünk az ellenfélnek, illetve azt a önbizalommal teli játékot, amit elvárunk, hogy ki tudják hozni magukból a játékosok a maximális tudásukat, azt szeretném elérni, így pár napon belül is egy pozitív atmoszférát kialakítva, ami kihat a pályára, és reméljük, hogy ezt látni fogják a szurkolók is, és bizonyítunk nekik is.